Na, itt vagyunk Gyergyújfaluban, 126-os úton, a megyei tanács útjának a javításán. Itt azt tudom elmondani, hogy szeretnénk volna minyamarább elérni Csomafalvára is, de most egyelőre még az újfalvi részen zajlik a javítás. Azt láthattuk mi itt az előbb, amit mutattam az elején, hogy nagyon mélyre, 1 méter 60 centi mélyre kell lemenni, hisz így ahogy most állok én az úttesten, ezen az oldalon mennek a kővel megtöltött autók, és túlfelül igazából az üresek, és nagyjából ezért van az, hogy Csomafalva, Alfalu irányában, a jobb oldali sávon vannak a gondok. Még jövő hét elejéig, első napjaikig itt Újfaluban fognak továbbra is menni a munkálatok, mert ki volt szerelve, újra kellett csinálni több helyen is, az 1 méter, 1,5 méter mélységre való lemenés nem volt elégséges, és a cég úgy döntött, hogy lemegy, azért legyen minőségi a munka. Arra kérek mindenkit, aki itt a 126-os úton közlekedik, Csomafalva, Újfalu irányában, hogy számolják be a közlekedésbe, hogy az autók egy sávon tudnak közlekedni, közben a gépeknek kell dolgozni, és mindenkit kérek, hogy türelemmel, megértéssel legyenek, hisz jó minőségi munkához feltételeket kell biztosítsunk a cégnek, és üzenem a csomafalvi falustársaknak, másképpen az előbb néhány perc ugye Csomafalván voltam, hogy ez a javítás közeledik oda is, másképpen ez a csomafalvi polgármester úrnak volt a kérése, javaslata, hogy Csomafalván kerüljön az úttest kijavításra, amit a súlyos autó megrongáltak, megromboltak. Többen jelezték Csomafalváról is, hogy a háznak a repedése, és több probléma miatt is, hogy milyen várható intézkedések lesznek. Én bízom benne, hogy azokon a helyeken, ahol majd megsüllyedt az út, az úttestnek a megerősítése segítséggel tud majd lenni részlegesen, és természetesen a terelés ügye nincs rendben, ami ellett foganatosítva, és abban is bízom, hogy minél hamarabb megtaláljuk azt a megoldást, hogy legalább fél sávon ne így közlekedjenek ezen az úton az autók. Ehhez kompromisszumra, összefogásra van szükség. Ezen dolgozunk, és még egyszer köszönöm Csomafalvi polgármester úrnak, hogy ezt a problémát együtt a tanácsával jelezte, fenntartja, képviseli, és amit mi lehet a megyei tanács közreműködésével teszünk. Egyértelmű, hogy mondott Csergő Tibor is, hogy a terelőútnak a megépítése jelenteni a megoldást, egy olyan megoldást, ami nem lehetetlen, csak akarni kell. Viszontlátásra!